Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit, lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Marsalkó 70 kiállítás, születésnap a Nick Galériában Pécsen. Zséda adott koncertet a Bőköz Fesztiválon. Tranzit a Nádor Galériában, pályázatnyertes művészek bemutatkozása. Repül az idő, gesztély koncert a Káptalan kertben. Marsalkó 70 címmel megnyílt Marsalkó Péter fotográfus kiállítása a Nick Galériában. A pécsi művész családi emlékeit idézi meg régi fotók által. A kiállítás megnyitót követően a barátok, ismerősök, akiket valaha is lefotózott, együtt mentek ki ünnepelni a Széchenyi térre. Erős lelki hozzáállással történt a régi, megbarnult, olykor már homályosan látható családi fotók, képek válogatása, hogy óriás méretekben újra láthatóvá váljanak, most már mindenki számára. Marsalkó Péter fotográfus 70. születésnapjára állította össze a tárlatot, mely egy nagyon szép emlékezés, végtelen tisztelet családja felmenő iránt. Most úgy érzi, itt vannak vele, együtt ünnepelnek. Egy filmet látott nemrég, ami a kiállítás témáját adta. Egy film, ahol egy szerelmes pár közül a hölgyet megölték, a férfit a film végén megszúrták, és a tengerparton a homokban feküdt, és egyszer csak fölötte megjelent lebegve a szerelme, és azt mondta, hogy itt vagyok veled. És akkor rájöttem valamire, hogy mi lenne, hogyha abban az emberi közegben, amit családnak nevezünk, a gyerekkortól, akik már nem élnek, tehát a nagyapám, szüleim nem élnek, se senki nem él, egyre a nővérem, ő is 80 éves, hogy mi lenne, hogyha a 70 éves születésnapomon őket meghívnám, és itt velük együtt ünnepelnem ezt a dolgot. Ugyanúgy, mint a filmben, hogy azt mondják, hogy itt vagyok. Másnap, mint mondja, berontott a stúdióba, és az anyai hagyatékok szekrényben megtalálta a régi családi fényképeket. Ezt a szekrényt eddig soha nem nyitotta ki. Kinyitottam, és benn voltak ilyen 2x3 centis ilyen kis képek, megpöndörödve, megsárgulva, megtöredezve. Akkor láttam őket először. Itt 70 évesen előtt, ugye, akkor láttam őket először. Én rég nem sírtam annyit, mint amit akkor. És kiválasztottam 20 képet, abból 16 van itt kiállítva. És azt szerettem volna, hogyha itt lennének velem. Tehát megmutatni azt nekik, hogy mennyi bánatot okoztak, hogy nem hittek bennem. Mennyi olyan dolgot csináltak nekem, amit itt gyerekkorba és felnőtt korba visszajöttek. Hogy mennyire kevesen hittek bennem. Vegyük tudomásul, hogy az egygenerációs gyökerek nem gyökerek. Tehát gondoljunk bele, hogy ha sorrendet nézünk, mondjuk hány százaléka hisz a pénzbe ebben a városban valaki? Csak mondjuk, hány százaléka hisz mondjuk a családban? Vagy hány százaléka hisz Istenbe, vagy hisz abba, hogy a család, az Isten, a boldogság, az nem a pénztől függ. A sikerem, a diplomám, az összes karrier része, az nem attól függ, hogy én elvégeztem egy egyetemet, hanem az genetika. Az megy. Az édesapám 13. gyerek volt, és egyszer fiú. Hát el tudjuk ezt képzelni, hogy Petrozsen vulkánból eljön Magyarországra, aki elveszi az ugró Margitot, az ugró János bírónak a lányát, amiből megszületik a Marsalkó Mária, megszületik a Marsalkó Péter 10 évre, és senki nem akart engem. Anyám 9. abortusz után ütötte a hasát, ugye a Ratkó korszaknak a részében, mert az ormánsági neveltetés az egyke gyerekek felé orientálódott.
megszülettem, és akkor ebben a fajta kavalkádban a nagymamám viszonya, a nagybátyám viszonya, a rokonság viszonyában én nem az erőt a férfinek a utódlási rendszerét éreztem, mert megvolt a nővére. Na most ennek a fajta lelki végig kísérése az én életemben, az egész alkotói vagy érzékenységi rendszeremben, ez egy ilyen fajta sztorit hozott létre. Tehát én hiszek abban a fajta dologban, hogy a portréfotográfia az a halálunk utánra készül. Ez nem a mobiltelefonra készül, nem a blúrok meg az összes maszkolások rendszeréből készül, hanem a valódiból, a valódi szakból. Én anyukámnak elraktam a kisvánkosát. Ott van benne egy zsákba, és azért, mert annak idején, amikor megnyertem a Magyar Fotóbiennált, akkor megkérdezte az Endre Judit a televízióba, hogy én mit szeretnék igazából lefényképezni, mit értek ezen, hogy portréfotográfia, és azt mondtam, hogy a tesz szakfotográfia. Mindenkinek megvan a maga illata, a maga szaga. Kisvánkosnak ott van édesanyámnak a szaga. És nehéz leszakadni a szülőkről. Ez az igazság. Én nem tudok. Ez a sorozat ennek az eredménye. Úgyhogy azt tudom mondani csak, hogy mindenki gondolja át, hogy az élet az rövid, és ameddig élnek a szülei, addig nagyon becsüljék meg, és vigyázzanak rájuk. Visszafelé nem lehet menni. Úgyhogy én tiszteletet adok ennek a családnak, amiből én vagyok a legkisebb gyerek. A Marsalkó 70 elnevezésű kiállítást F. Kovács Attila Kossuth és Balázs Béla díjas építész, belső építész, látványtervező, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja nyitotta meg. Régi barátság köti össze a két embert. Ismerjük egymást, gyakorlatilag gyerekkori barátok vagyunk. Itt egy pár méterre lejjebb ezt a helyet régen, amikor mi fiatalok voltunk, úgy hívták, hogy köpködő. Mi minden nap itt találkoztunk, aztán innen mentünk bulizni valahova. És már akkor elkezdtük a világ megváltást, amit még a mai napig se fejeztünk be. Úgyhogy még vannak teendőink. Egyébként a kiállítást én nem azért vállaltam el, hogy konkrétan a képekhez kapcsolódjak, hanem a Péterhez, mert hogy mi nagyon rég ismerjük egymást, jó barátok vagyunk. Meglepett engem is kicsit a fotóanyag, amit kiállított, mert hogy én ismertem a Péternek a fotóit, de azok inkább mai portrék voltak, mindenféle műfajban is dolgozott, de ez most egy teljesen más történet, amit ő most kiállított, ami nekem nagyon tetszik, azt gondolom elég fantasztikusan megcsinálta, komoly atmoszférája van ennek az anyagnak. Én magamban úgy hívtam, majd írtam egy kis megnyitó szöveget is, ezt majd fel fogom olvasni, hogy ezt egyfajta ilyen szellemidézésnek tartom, egy ilyen identitás keresésnek, egy múlt keresésnek, talán családi fotók átalakításával, ami hát ugye nagyon messzire vezet, ő igazán kommentálta is nekem ezeket a fotókat egyenként, mert én kértem tőle ezt, hogy hát mondom, Péter, írok egy megnyitó szöveget, és hát tudnom kell azért, hogy kik vannak a fotón, légy szíves, egy leírást adjál nekem. És akkor ő ennél többet adott valójában, mert nem csak annyit írt le, hogy a nagyapám, a nagyanyám, akárki, hanem hogy milyen volt az ő viszonya ezekhez a rokonaihoz, illetve a rokonainak milyen volt a viszonyuk felé.
A kiállítás megnyitót követően a barátok, ismerősök, akiket valaha is lefotózott, együtt mentek ki ünnepelni a Széchenyi térre. Az ormánsági Bőkösz Fesztiválon lépett fel Zséda. A térség lakói és az ide látogatók igazi nagy örömére érkezett az énekesnő. A fesztivál hangulathoz illő dalok csendültek fel Zséda repertoárja során a lassan 10 éves délvidéki rendezvényen. Nyári repertoárjával érkezett Zséda az ormánsági szaporcára. Ezzel koncertezik végig az egész nyarat. Korábban járt már a Bőközön, örömmel érkezett most is az énekesnő. Hogyha egy koncertteremben koncerteznénk, akkor egy picit változtatnánk, de a szabadtéri koncertek tekintetében nincs különbség. Egy nagyon picit hosszabb volt a Margit-szigeti koncert, vagy egy színházasabb, ilyen szabadtéri színházas koncert, az egy kicsit mesélősebb. Én abszolút ilyen fesztivál hangulatú műsort hoztam most ide. Nagyon vártam egyébként, hogy találkozzak a Bőkösz közönségével, mert pár éve a Csók királlyal már jártam itt, és akkor megfordult a fejemben, hogy a saját műsort is nagyon szeretném elhozni, úgyhogy én nekem ez egy öröm. Imádom ezt az időszakot is, a télit is, de ezt is, mert tényleg nagyon jó látni, hogy mennyire felszabadult a közönség, meg a zenekar, meg tényleg ilyen jó bulis koncertek, de azért a romantikának is, hát az én dalaimból természetesen van létjogosultsága. És hát olyan highlightokkal telt a nyár, mint az Ed Sheeran koncert például, ahol open air előadók voltunk a csapattal, ami egy hatalmas nagy megtiszteltetés volt, és nagyon jól sikerült, hát ez tényleg mindenki a fellegekben járt, előtte is, utána is, hogy ez létrejött, és hogy ilyen jól sikerült. Koncertnaptárja tele van Zsédának erre az évre. Cotton Club Singers is van, egy-kettő, de ugye hát ez már nem egy regláló zenekar, hanem tényleg ajándék együtt játszani, és hát a saját koncertek minden hétvégén, új lemez készül, Sátorajóhelyen, nagyon sok felé megyünk még, és Bari Lacival fog megjelenni egy duettem, ami hát jövő hét közepén most már hallható is lesz. Néha van olyan, hogy muszáj egy kis csere, de én nagyon szeretem a stabil embereket, és hát őket velük játszani. Ez egész más, amikor együtt vagyunk a turnén buszban, együtt lobunk egész nap, és együtt csináljuk este a koncertet. Zsédának állandó zenekara van, évek óta együtt játszanak. Tranzit címmel nyert kiállítás a Nádor Galériában Pécsen. Egy képzőművész és egy fiatal szobrász a galéria által meghirdetett pályázat nyerteseként vehetett részt alkotásaival a kiállításon. Komlódi Judit és Sipos Ábel Mihály az univerzum világát álmodták meg műveikben. A
két fiatal művész korábban nem ismerte egymást. A Nádor Galéria által meghirdetett pályázaton mindketten nyertek. Munkájuk jól élik egymáshoz. Az univerzum, az űr, az utazás témáját dolgozták fel, amelyek inkább most lelki és elvontabb értelmezést kapnak. Azonban nem csak ezzel foglalkoznak műveikben. És emellett még az olyan különböző ilyen emléknyomokkal, amiket így tulajdonképpen az emberiség hagy maga után, tehát így a kommunikációs eszközök, a rengeteg ilyen mindenféle hulladék, és ezekkel mind a ketten dolgozunk ezekkel a műalkotásainkban. Maga a cím pedig onnan lett, hogy hát így gondolkoztunk, hogy mindenképpen valami olyat szerettünk volna, ami egy ilyen átjárást fejez ki. A tranzit az eleve egy kicsit így talán hajad ezekre a science fiction filmekre is, de mindenképpen itt ezt az átjárást akartuk így tehát a való világ és így az elképzelt ilyen univerzum, vagy a saját magunk elképzelt világa közötti átjárást. Az expedíció elnevezésű alkotása előtt állva Kumlódi Judit elmondta, ezt a képet a laptop belső elemeiből, CD-ből, bakelitlemezből készítette. Összesen 6 darab panelből áll, melynek többi eleme a Nádor Galéria másik kiállító terében látható. Ez egyébként a fényfesztiválra készült. Ezekben voltak ilyen ledek is, azok ilyen plusz ilyen átvilágítást adtak nekik. A plexit és a műgyantát kevertem. Most ezzel kísérletezek már egy ideje, ezekkel a transzparencia, tehát ilyen transzparens dolgokkal, amikbe bele tudok olyan dolgokat önteni, amit így említettem is, hogy valahogy tehát így a kommunikációval, tehát a különböző eszközöket, amiket így használunk. Én annak tekintek egy bakelitlemezt is, mert az is egy emléknyomot hordoz. Ugye az is bele van ebbe öntve, de ugyanígy egy chip, vagy egy memóriakártya. Rengeteg minden ebből ugye szemétre kerül. Nagyon sok információ marad rajta, amik nem is tudjuk, hogy mi. Ezen is egyébként konkrétan az egyik laptopom, amelyik így befutcsolt, vagy így tönkrement, annak az alaplapját használtam fel. Bizonyos elemei festve vannak, tehát tulajdonképpen itt úgy kell gondolkodnom, hogy mint hogyha szétrobbantanék egy képet. Tehát ugye amikor az ember olajjal fest, ugye azzal is festek, akkor ott a vászon, fehér vászon, és szépen építem fel ugye a különböző foltokat, formákat. Itt viszont már úgy kell gondolkodnom, hogy előre meg elkészítek minden elemet különböző festészeti technikákkal, valamit fóliára, áttetsző fóliára készítek, mindenféle anyagokra, rengeteg anyagot szedek össze, tehát ezek a mindenféle hulladékok, és utána ezeket rakom rétegenként egymásra a műgyantába. Tehát a plexi az alaphordozom, a műgyanta pedig ugye összerögzíti ugye ezeket az elemeket, és az egész végül transzparens marad. Ezek az alkotások holdbéli tájra emlékeztetnek. Sipos Ábel Mihály szobrászművész álmodta meg a műveket. Ezzel kapcsolatos fantáziája még a gyerekkorra nyúlik vissza, melyet most kiválóan kamatoztatott. Nyilván a Star Wars, meg Star Trek, meg hasonló filmeket már kiskoromban ugye láttam, és azok meghatározták a későbbi munkáimat, mert valahogyan, tehát hogy annyira megtetszett, hogy azt szerettem volna, hogy ezekkel tudjak foglalkozni, és akkor úgy alakítottam a dolgaimat, hogy valahogyan legyen valamiféle közöm hozzá. Később meg, amikor kicsit átgondoltam, hogy miért is akarok ezzel foglalkozni, akkor rájöttem, hogy az űrnek a ilyen nagy végtelen sötétségébe annyi mindent bele lehet projektálni, meg hogy onnan bármi jöhet. Igazából nagyon sok ilyen fikciós történetet ki lehet találni. És hát tulajdonképpen bármit elbír ez a világűr, mert bármit kitalálhatunk mellé. Én azt szeretem leginkább, amikor az anyagot hozzá tudom rendelni a gondolataimhoz. Abban nem vagyok túl ügyes, hogy egy anyagból addig gyűrközzek vele, amíg ki nem sül belőle az, amit én konkrétan elképzeltem, vagy sokkal jobban szeretem azt, amikor ez egy ilyen kölcsönös, úgy kölcsönhatásba működünk egymással, hogy a gipsz például egy nagyon könnyen felveszi a formákat, azt bármibe bele lehet önteni tulajdonképpen, hogyha utána azt ki lehet szedni, és felhasználható, akkor az nagyon sok területen fel lehet használni. És hát nekem a legtöbb munkám az ilyen vagy gipszöntvény, vagy ilyen találtárgyakból össze eszkábált kis tárgyszerű dolgok. Ez a tárlat már a megnyitó nagy sikert aratott.
Repül az idő címmel Keszti Péter örvendeztette meg a pécsi közönséget nemrég a Káptalan kertben. A koncertturné pécsi állomásán részben a közönség által kedvelt régebbi dalok, részben pedig a mostani szerzői, előadói életében fontos számok repertoárja szerepelt. A koncertből egy rövid ízelítőt mutatunk a következő percekben. Amikor a szerelem, akár ügyes tüzetesen vagy ez esetem, ami jó, a mindegy a jó videó, jóta lesőd a tévé. Éppen csak várom a Dallas végét, hallasz? Szépen élek, hogy tukrét, ha nem igényed két órát megtalálni az erogén zónába, meg nincs egy olyan fogid, ami kicsit is átlátszó. Kivíztok fel egy hajháló, a telefon is telefon, de nem igazán jó, a vonalai jönnek ez a kommunikáció, és a fában szorú, kérek úgy, kérek érsz meg, közeleg a vége. Sérsz meg, kell se ásó, se kapos, se nagy marad, nincs csak a lapfák marad. Ebből az időben nincs egyedül, te vagy, aki most veled ül. Megoldul az életem, aki jelül, a sikerül, a lábkerül, a lapfák. Repül az idő, ez Geszti Péter országjáró turnéjának címe. A koncerteken felidézi Geszti dalait, amikkel annak idején népszerű lett a rapper és zenekara. Én általában csak a közönség kedvéért szoktam nosztalgiázni, magamtól soha nem szoktam. Például nem hallgatom a régi dalaimat, mindig meglep, ha rádióban megszólal valami, amúgy is csütörtökön, ha engem játszanak még egyáltalán valahol. És igazából úgy raktuk össze ezt a mostani dallistát is, hogy sok olyan dal legyen, amit ismernek, és olyan is legyen, ami viszont nekem fontos a mostani szerző és előadó életemben, de egy olyan mixbe raktuk ezt össze, ami szerintem nagyon szórakoztató lesz, legalábbis eddig az derült ki az eddigi turnéállomásokon, hogy jól működik. És idén hoztunk magunkat még egy zenész, egyre bővül a zenekar. Molnár Matyi nevű kollégánk szállt be, aki egy csodálatos ütőhangszeres, és ő még, hogy mondjam, még dinamikusabbá tudja tenni a táncos dalainkat, ami igazából ezt a bulit jellemzi. Ahogy szoktuk mondani, ez egy ilyen up-tempós buli, az azt jelenti, hogy nem játszunk benne lassú dalt. Közepes tempó van egy-kettő, de lassút nem, hanem bizony ez végig buli. És hát ezek a tarhonya érlelő forróságok, amikben most így élünk ebben a egyre klímaválságosabb világban, ezek nem csak nekünk adnak feladatot a színpadon, én értelemben fitness szempontból, hanem a közönséget is, hát szóval nem szoktuk hagyni, hogy üldögéljenek. De, és te tudod, hogy itt valaki vár. Figyelj, ez út a kérem át. A köz, hogy jössz és mindenet veszed. Letokom a tártásaimat. Mennek az erkélyek, magamat kizárok. Szívem meg kitárok, és ma is oda kiálltok. Nincs a helyzetemben semmi, semmi. Ami belerve kísérj, ott át jelni. Hangosan emberek! Szégyellem, de kell ez biztos jó. Mindenki! Három és ne hagyj engem így átadvaró. Kinek egy kis integetés? Egy nagyon korrekt, klasszikus dolog van, szerintem minden dalhoz külön készült egy vizuális háttér, és ugyanakkor én nem hiszek abban, hogy nagyon csili-vilinek kell lenni egy koncertnek, abban hiszek, hogy jó hangulatonak kell lenni. A jó hangulatot azt a közönséggel és a zenészekkel együtt lehet megteremteni, az mindig az egymásra hangolódásról szól, a közös hullámhoz megkereséséről, megtalálásáról, meg arról, hogy én abban hiszek, hogy akik eljönnek az én koncertjeimre, azok nem csak szórakozni is akarnak, és mindig azt szoktam gondolni, hogy majd remélem boldogabban mennek haza, mint hogy idejöttek. Tehát magyarul, hogy nem abban hiszek, hogy még 500 lámpát föl kell rakni, hanem abban, hogy valahogy mindennek megfelelő arányban kell jelen lenni, és nekem magamnak, mint egyfajta, ha úgy tetszik, MC-nek, Master of Ceremony, kell az egészet jól moderálnom, és valahogy úgy vezetni, meg úgy rappelni benne, hogy megfeleljek a zenei elvárásoknak is, meg egy kicsit a show hívője is legyek. Új dalokat is írnak, illetve készülnek az újabb produkciójukra párhuzamosan a mostani turnéjukkal, árulta el Geszti Péter. Most is írunk egy dalt, a zenekar új vezetőját, új, most már másfél éve velünk van Gátos Ivánnal, éppen írunk egy dalt, az a cím, hogy a rutin meg az évek, és egy kicsit önironikus módon beszél arról, amit most látok magam körül, meg amit érzek ebben a korban.
és egyébként meg most már 3 hónapja dolgozom a január 25-26-ai Budapesti Arena koncerten, a Gesti 60 koncerten, ami egy zeneileg is, és látványban is egy nagyon extra, különleges műsor lesz. Egyrészt show lesz, másrészt pedig egy kicsit egyfajta jelentés az én hangulatomról és lelkiállapotomról. Sok zenei és sok más meglepetés lesz benne, ami a vendégeket is illeti, meg amilyen dalokat is fogunk játszani. Ez egy ilyen, ahogy szokták mondani, once in a lifetime story lesz, tehát hogy az ember nyilván egy ilyen, bár számomra nem sokat jelent az, hogy hány évesnek tart engem éppen a világ, vagy mi van beírva a személyigazolványomba, de mégis egy picit összegző koncert esetén ott mást rakunk össze másként, különlegeset, egyedit, ami tényleg egyszeri és meg nem ismételhető. Olyan program lesz, ami most már tényleg hónapok óta nagyon izgat, és ennek az előfutárát már a Facebook oldalamon, meg az Insta oldalamon lehet látni, hogy találkoztam egy csodálatos képzőművésszel, egy AI művésszel, aki 10 éve foglalkozik AI grafikákkal és képzőművészettel, Sauder Dáviddal, aki Holpesten, hol Berlinben lakik, és rólam készített már egy csomó átérdekes portrét, most legutoljára elképzeltük, hogy milyen lenne, ha én lennék a MZ/X, vagyis a távoli rokon a 30. századból, a Mézga családból, és azt raktuk ki az oldalamra, és ez minden ilyen képhez írok egy elképzelt történetet. Ezek közül lehet, hogy majd néhány megjelenik a koncerten is valahogy, de addig még bővül a lista. Pécsen a Káptalan kerti szabadtéri színpadon léptek fel augusztusban. Itt egy 2 órás műsort adtak nagy sikerrel. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!